A nagy hagyományokkal rendelkező Thelena kupa idei részleteiről Simon Ferenc avatott be minket. Hát ez a 21. alkalommal megrendezett Thelena kupa torna, ami ma zajlik itt a tornadási sportcsarnokban. Jellemzően mindig NB1-es csapatokat hívunk meg, de sok esetben jönnek NB2-es csapatok, így van ez a mai nap is. Az NB1-es mezőnyből 4-en képviselik a mezőnyt, a hazai torna mellett a Debrecen, a Csepel és a NB1-be idén újon Ceger jött meg, és az NB2-ből pedig egy szimpatikus fiatal veszprémi csapat van itt. Sajnos Miskolcot vártuk még a tornára, ők nem tudtak eljönni a mai nap, egy kicsit átszerveztük a tornát, és 5 csapattal úgynevezett körmérkőzéses rendszerbe bonyítjuk le a tornát, ami eddig remekül zajlik. Ha terv szerint zajlik a torna, már pedig eddig tartjuk a menetrendet, akkor 5 órakor a Debrecennel fogjuk zárni a tornát, az lesz az utolsó mérkőzés. Feltehetőleg rangadó lesz, játék tekintetében mindenképpen, eredmény tekintetében majd elválik, és az eredmény hirdetés azt követően valamikor 3-6 óra között várható. Most éppen egy 0-0-ás döntetet játszottunk a Csepel ellen, egy picit ez váratlan eredmény, de tudni kell, hogy ez egy felkészülési torna, a felkészülés jelenlegi szakaszában nem az eredmény az elsődleges. Az a lényeg, hogy az edző felméri a csapatnak a mostani felkészültségét, lássa az új játékosok hogyan tudnak beilleszkedni, és végülis 2 hét múlva indul a bajnokság, addigra kell topnak lenni a csapatnak. Reveland Zoltán beszélt a csapat jelenlegi helyzetéről. Jelentős változásokon esett át az együttes. Keményen dolgoznak az összhang megteremtésén. Tavalyi szezonhoz képest 6 távozónk volt. Voltak köztük meghatározó játékosok, voltak köztük kiegészítő játékosok is. Próbáltunk a helyükre olyan fiatal, tehetséges, még a futszállal ismerkedő játékosokat hozni, akikről azt gondoljuk, hogy erősítést fognak jelenteni. Nyilván a felkészülés közepén tartunk, még hosszú a bajnokság, sőt még el se kezdődött, ugye még nem vagyunk kész, de így kicsit előre nézve célunk mindenképpen, hogy a tavalyi szezont megpróbáljuk megismételni, tehát az alább nem szeretnénk adni. Ugye ez tavaly bajnoki döntőt és kupa döntőt jelentett, az a célunk, hogy idén is legalább eljussunk idáig. Jelenleg most, amikor ezt az interjút készítjük, a második mérkőzésünkön vagyunk túl, tehát nagyon tényleg az elején tartunk, kevés edzés van a lábunkban még, tehát majd egy jó 1-2 hónap múlva ráérünk visszatérni arra, hogy hol is tartunk. A kupán a Tolna-Mözsön a 3. helyet tudta megszerezni, a végső győzelem pedig a DEA cél lett.